A tűzöneleműek számára ez az év az önmegvalósítás, az önkifejezés és kreativitás ideje lesz. Szellemileg folyamatosan elfoglaltak lesznek, új ötleteket valósítanak meg, kísérleteznek, könnyebben belevágnak olyasmibe, amiben máskor az eszükbe sem jutna. A tűz számára a földelem az alkotás folyamatát jelenti, az ötletet és a megvalósítást. A yang tüzek fizikailag is intenzívebben, pörgősebben élhetik majd meg, míg a yin tüzeknél ez a fejlődés, kreativitás inkább befelé fordulással párosulhat, de mindkét elem számára különösen inspirált időszak következik, rengeteg alkotó és innovatív elfoglaltságra számíthatnak. Mindehhez fontos lesz a rendszeres feltöltődés és pihenés is. Tűzelemű hölgyek számára gyermekáldást hozhat az év. A saját elemedet online asztrológiai naptárban tudod megnézni, a születési dátumod megadásával. A naposzlopban található zodiákus feletti elem lesz a saját úgynevezett önelemed.